Oroszország nagy offenzívát tervez a teljes körű invázió évfordulójára, közölte Olexi Reznikov védelmi miniszter. A tárcavezető a The Guardiannak nyilatkozva arra figyelmeztetett, hogy az Oroszországi Föderáció akár 500 ezer mozgósított katonát is bevonhat a támadásba. Hivatalosan 300 ezer mozgósítóról van szó, de amikor látjuk a csapatokat a határoknál, becslésein szerint ez sokkal több, mondta a védelmi miniszter. Elmondása szerint az oroszok két irányba indíthatnak nagyobb támadást, Ukrajna keleti és déli részén. Mint fogalmazott, tekintettel az oroszok szimbolizmusokkal kapcsolatos megszállottságára elképzelhető, hogy a támadásokra február 24-e körül kerül sor.